Az előző részek tartalmából. Védd a fát! Őrizd meg Angelem útját! Védd a fát! Na figyelj, ha nem nyered el a kupát, ne is gyere haza. Persze, hogy megnyerem. Harry! Sajnálom, apa, jól vagy? Igen, több kell ahhoz egy legyintésnél, hogy legyűrjön. Kemény fából faragtak, hm? Csak az érdekeidet védem. Azt akarod, hogy a fivéred átgázoljon rajtad? Elég volt, nem erészeld! Jobban érzed magad, Alex? Rohadék! Látom, hallottad a hírt. Mihez kezdesz? Újra megütsz? Semmi gond, jól tudom, mi folyik itt. Ha bekattansz, képtelen vagy leállni. A te hibád, hogy forró fejű vagyok? Volt kitől örökölnöd. Tudom, hogy itt vagy. Harry! Harry! Átírom a végrendeletem. Te is, Alex, társtulajdonosok vagytok. Szavazzon meg Fontaine-re. Próba, ami ránk fér, megadja Fontaine. Tudjátok, ez csak helyi választás. Nem sikerült túl amerikásra. Elnök kies, a szó, amit keresel. Ez az eredménye annak, ha Dave Brewer a kampányfőnököd. Annyiszor látják a fejemet, hogy megunják. Amíg emlékeznek a nevedre. Na, vasárnapra terveztem a közönség találkozót, és utána sor kerül a párbajra az ellenséggel. Emlegetett szamár. Tetszik az új csengő, Terry, nagyon snassz. Nekem tetszik. Küzdelmek. Egy zsák Árpád, közteri, írd a többihez. Baba, ugye? Mi lesz az egyenlő esélyekkel? Nem látom a fotómat. Nem akartuk megrémiszteni a népeket, Harry. Még kampányol a szemét telepért? Valahová kell tenni a szemetet. Egyetértek, de nem arra a területre. Parlagon, Hever, mit lehetne kezdeni vele? A veszélyeztetett természet mencsvára lehetne. Kíméje meg a vérző szív monológiától. Ding-ding, az első menetnek vége, a szavazók döntenek. Terry, szükségem lesz egy zsák árpára. Igen, tudom, én már beraktam oda hátra. Rendben. Szabadulj meg ettől a csengőtől. Nyugi! Harry Ryan. Ki kérdezi? Harry Ryant keresem. Ha munkát keres, beszéljen a fiammal, Nickkel. Magyar hangok. Orosz Helga, Urbán Andrea. Németh Borbála. Hasz van der Péter. Bozsó Péter. Markovics Tamás. Zsigmond Tamara. MacLeod lányai. Az a motoros lány kért tőled munkát? Motoros lány? Tőlem nem. Nem is baj. Még egy naplopó. Sandra? Igen? Figyelj rá, hogy a kötél után menjen. A tenyészemlén fel kell vezetned, nem sétálgathat. Én is tudom. A borjak még mindig a pataknál vannak. Igen, na is? Azt hittem, mondtad Alexnek, hogy zárja be őket. Hé, hey, Harry! Arról volt szó, hogy bezárod a borjakat. Legalább megedződnek odakint. Minek? Addig összeereztem a bikámat a tehenekkel. A bikádat? Pénzkidobás. Nem, ha kiterjesztjük a tenyésztési árat. Van elég bikánk. És reklámozni kellene magunkat velük. Ez nem a mi dolgunk. Pedig figyelj, lehetne. Azt akarom, hogy bezárd őket. Hízlalt fel őket is, adj túl rajtuk. Begyepesedett. Ki akar borítani? Sikerült neki.
Roy, tered be! Én vezessem fel a bikádat a szemlén. Igen, miért ne? A neve Nagy Sándor. Most vettem, egy győztes Jody. Azt hallottam, Sandra a kínszellai bikát viszi a szemlére. És? És nem fog örülni annak, ha te is bemutatsz egy bikát a szemlén. Sandra nagy lány Stevie túléli. Alex, jó lenne, de... Akkor megegyeztünk? Alex, sosem vezettem még fel bikát. Nem nagy dolog. Megnyeri neked a kék szalagot. Valójában a bika felvezetése nem könnyű. Tanultam a fősulin. Tanultad? Remek. Elláthatnád jó tanácsokkal. Nem is tudom. Ugyan. Gyorsan tanulsz, jól bánsz az állatokkal. Lépkedtél már peckesen közönség előtt. A tenyésztemléhez hasonlítod a szépségversenyt. Vicces, megesküdtem volna, hogy a Drovers farmon dolgozik, nem Killarneyben. Nézd, beszéltem Tesszel. Hajlandó elengedni Jodyt, amíg a bikámmal foglalkozik. Ó, rendben van. Ha szerinted meg tudom tenni... Bíz bennem, tökéletes vagy. Azt hittem, megegyeztünk. A kínszelai bikát nevezzük. Jellemző. Ha pofára esik, majd megtanulja a leckét. Csak nem ijedsz meg egy vetélytárstól. Tőled? Na jó, ha szólhat itt néhány szót. Mintha beléd folythatnánk. Ha nem jöttetek volna rá, ez évfordulós ebéd. Ma van a napja annak, hogy megvettem ezt a földet sok évvel ezelőtt. Ez egy családi ünnep számomra. Még ha a család egy része az ellenzékhez tartozik is. Ó, én csak felfrissítem a génállományt, Harry. 30 évvel ezelőtt a legnagyobb és legszebb birtokot álmodtam meg, amire mind büszkék lehetünk. Nem ringattam magam illúziókba, tudtam, hogy nem lesz könnyű egy kamionos bunyósnak. Ezért vettem magamnak egy kis boxkesztyű medált. Hogy ne feledjem, honnan jöttem és mennyi harc vár még rám. Visszanézve néhány tusát, hadd mondjam el, sajnálatos, hogy páran azt képzelik, a fiú mindent jobban tud az apjánál. Ki nem hagytad volna, igaz, Harry? Bárhogy is, de szeretnék köszöntőt mondani. Emeljük poharunk. Killarneyre. 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 Egészség.